Újabb belföldi és külföldi sikerekről számolhatott be a közelmúltban a Vitafort első takarmánygyártó és forgalmazó ZRT. A vállalat 2017-ben sem hiányozhatott a hazai állattenyésztés egyik legrangosabb rendezvényéről, a Hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokról, amely ezúttal sokkal pozitívabb hangulatban zajlott, mint az elmúlt évek találkozói. Mind a tejárak, mind a sertésárak, sőt a baromfi árakban is azért van elmozdulás az elmúlt hónapokat figyelembe véve, és hát nagyon reméljük, hogy ez a tendencia ez megmarad. Számunkra a belföldi piac kiemelten fontos, hiszen a Vitafort tovább tudta növelni piaci részesedését, de tavalyi évben már közel 1 millió tonna tápoz állítottunk elő premixeket, koncentrátumokat, és hát a hazai piac mellett, hogy egy kicsit körbenézünk, jelenleg is a standunkon moldáv, román partnereink vannak, de nem csak Európában, hanem a Vitafort nagyon komolyan terjeszkedik a világ számos országába, például Ázsiába, nagyon komoly élelmiszerbiztonsági programjaink vannak, vagy hát hagyj büszkélkedjék egy kicsit, Szaúd-Arábiába is nagyon komoly piacokat tudtunk meghódítani. Tavaly már említettünk Ázsiát, és szóba hoztam Laoszt, de hát most már ezen túl vagyunk. Laosz már egy nagyon komoly programot nem csak véghez visszük, hanem folytatjuk, egy további 3-4 éves program ez, de Laoszon kívül Vietnámba, Kambodzsába is jelen vagyunk, és hát ahogy említettem, afrikai országokba és itt Szaúd-Arábiába is próbálkozunk.